Sziasztok, Ádám vagyok, a Te kettőt nézitek, a képen pedig a Pipo P8-at látjátok, ami egy 7,9-os retina kijelzős tablet RK3288-as Rockchip processzorral, ami igazából az iPad mini kategóriájába tartozó androidos tabletek egy újabb generációjának tartható. Amint látható oldalt egészen kellemes, vékony keretünk van, alul illetve felül sem annyira vészes. Kijelző felső részén találunk kamerát, illetve alatta van fényérzékelő is, ami mindenképpen pozitívum. Ha megnézzük hátulról a készüléket, szálcsiszolt alumíniumot kapunk, hátul van hát vagy mikrofon, vagy reszet, kettő közül valamelyik egyelőre nem biztos. Van kameragombunk, alul egyetlen egy darab hangszórónk, vagy itt a műanyag csík alul, illetve felül egyaránt itt az antennák miatt. Tablet tetején találunk egy bekapcsoló gombot, van micro USB, mini HDMI, illetve jack csatlakozó, valamint van egy pici kis műanyag ajtó is, emögött pedig találunk egy micro SD kártyaszlotot majd. Maga a hardware nagyjából így néz ki, egészen kellemes, vékony kialakítású, hasonlóan, mint mondjuk az iPad mini, tényleg kézbe illik. Amit nem találunk, például az hangerőszabályzó gomb, ez szoftveresen van csak megoldva, amint látható itt az alsó sávban. Jelen pillanatban még Android 4.2.2 fut a készüléken, 2 GB RAM-mal rendelkezik, azt hiszem, de ezt meg is nézzük. Igazából annyira új modell, hogy még a teljes specifikációt nem is tudták elmondani. Amint látom, ez éppen 4 GB beépített háttértárral rendelkezik, szétszedett partíciókkal. Futó alkalmazásoknál pedig itt látható, így van, 2 GB RAM-ot kapott, 422 MB van használva, illetve 1,6 GB szabad, ami mindenképpen pozitívum. Itt látható a jelenlegi szoftververzió 4.2.2, de várhatóan KitKat-tel is piacra fog kerülni. A tablet igazából a megszokott opciókat kapja, semmi extra alkalmazásunk nincs. Ahogy látható, a kamera autofókusszal rendelkezik, ami eljel közben még gyors is. A hátlapi kamera ez alapján 5 megapixeles, amit meg is próbálunk tesztelni gyorsan. Megnézzük, milyen fotót készít, amit remélem, hogy nem mozdul be. Látható, igazából nem a legjobb, de hát egy olcsó tablettől nem is várunk sokkal többet mondhatni. Kipróbáljuk még az előlapi kamerát. Ez sem kiemelkedő, talán egy picit lassú is helyenként. Itt egy 2 megapixeles szenzor van, tehát ezen nem szabad meglepődni, hogy itt némileg gyengébb a minőség. Egyelőre várjuk azt, hogy megjelenjen a végső verzió, ami már KitKat-tel fog jönni. És akkor talán egy kicsit többet is tudunk majd a készülékről. Ez volt tehát a Pipo P8-as tablet, Rockchip RK3288-al. Kövessetek minket továbbra is a Te kettőn. Sziasztok!